Sátrak sorakoznak szorosan egymás mellett a szabadkai befogadó központban, ahol a nagy meleg miatt az árnyékban pihennek a migránsok, vagy ruháikat, evőeszközeiket mossák a tábori csapnál. Néhány migráns serpenyővel hagyta el a központot. Állításuk szerint a tábor területén tilos számukra a tűzgyújtás, így néhány méterre a befogadó központtól raknak tüzet és főznek. Stábunk nem kapott engedélyt arra, hogy a táborban forgasson. A befogadó központon kívül nyilatkozók elmondták, hogy mennének már tovább és elégedetlenek az élelemmel is, amit kapnak. Azért Belgrádban, a parkban állomásozott eddig, onnan került át Szabadkára. This is a temporary place for the passenger, not a long time for live here. Because not a bit not good for the passenger. He is very bad for passenger and not also a good foods for the passenger. Only one bread or two or other things. But I want to open the border of Hungary. Very more problem in that. Massoud családját Afganisztánban hátrahagyva 20 napja érkezett Szerbiába. Franciaországba szeretne eljutni, nem elégedett a szabadkai körülményekkel. No, nothing is right. Sunlight and living in a tent. A problem here. Oszmán 3 hete van a szabadkai befogadó központban. Ő sem elégedett. I will go to Germany. My family is there. Who is with you here? I'm alone. But I have some friends here. A tábor területe kívül is és belül is rendezett. A befogadó központ előtt két nagy szeméttároló konténer áll, amelybe a lakók rendszeresen üríthetik a felgyülemlett hulladékot.